A Smart Campus Pilot modellt 4 hónap alatt valósították meg a Nyíregyházi Főiskolán Európai Uniós forrásból. Ezzel a városra, illetve a megyére kiterjedő komplett szolgáltatásokat tudnak majd kínálni a kutatók. A pályázatunk fő célja a Nyíregyházi Főiskola képzési, kutatási és szolgáltatási portfóliójának a bővítése. Nyilván a kutatási irányok is ezen a vonalon indultak el, és gyakorlatilag azon túl, hogy a projekt fő célja számunkra az volt, hogy egyáltalán megismerkedjünk a Smart City fogalommal, az európai jó gyakorlatokkal, és azokat hogyan tudnánk akár a főiskolán, akár Nyíregyháza városán alkalmazni. Egy konkrét fizikai modellt is megvalósítottunk, egy olyan szenzorhálózatot építettünk ki a Nyíregyházi Főiskolán, mi ezt úgy hívjuk, hogy Smart Campus Pilot Modell, ami akár kutatási, akár oktatási célra nagyon jól használható, és természetesen, ugye nyitott kampusz lévén bárki, aki bejön az utcáról, ezeknek a szenzoroknak az adatait, meg egyáltalán a működését szemrevételezheti. A kutatás 3 fő területre irányult. Az első a közlekedéshez kapcsolódik, a főiskola parkolóhelyét például érzékelőkkel szerelték fel. Foglalkoztak továbbá a vizek minőségével, valamint energetikai vizsgálatokat is végeztek. Olyan típusú városfejlesztés, mint ami ezekben a nyugati modern smart city-kben megvalósul, nem valószínű, hogy végre lehet hajtani Magyarországon ilyen típusú városfejlesztéseket, de ezeknek az eszközöknek és a vele járó fejlesztéseknek bizonyos területeit be lehet vezetni és meg lehet valósítani. Tehát azt, hogy mondjuk az egészségügyben egy meghatározott időpontra lehessen elmenni a szakrendelőbe. Az, hogy egyre általánosabbá válja, hogy az ügyeinket az önkormányzatnál szintén meghatározott időben el tudjuk érni ezekkel az eszközökkel. Az, hogy olyan szenzorok vesznek bennünket körül a városban, amelyel megkönnyítjük a közlekedést, a parkolást. Ez ilyen típusú városokban is, megyeszékhelyeken és ilyen nagyságú városokban, mint Nyíregyháza, megvalósítható. A vezető kutató kiemelte, a főiskola energiatakarékossága és a megújuló energiaforrások használata mellett elérhető lesz az is, hogy a hallgatók intenzíven bevegyenek részt a főiskola irányításában, így a kísérleti projekt valós hasznokat hoz majd a város és a főiskola számára is.